Megállás nélkül rója a köröket Kovács Krisztián szekszárdi rendőrhadnagy, aki a belügyminisztérium által megrendezett országos atlétika bajnokságon második helyezést ért el 1500 méteres síkfutásban. A minden évben meghirdetett verseny célja, hogy a sportolási lehetőség biztosításával segítsék a belügyminisztérium dolgozóinak fizikai aktivitását és egészségmegőrzését. Én a 35-től 49 éves korosztályban indultam, és ott a második helyezést értem el. 30 főből 30-an indultunk a versenyen, és igazából egy másodperccel kaptam ki az elsőtől, tehát elég szoros befutó volt. És szerintem egy egész jó időt futottam, 4:37-et. Krisztián életében a sport gyerekkora óta jelen van. Én gyermekként kezdtem el futni már egész régen, általános iskola felső tagozatban, és utána Szekszárdon a Németh Gyula indítatására jöttem le az atlétika pályára, mert látott iskolai versenyen is tehetségesnek gondolt. 14 évesen jöttem le hozzá, és utána indult igazából a futás. Én válogatott szintig eljutottam, több országos versenyt nyertem, diákolimpiai versenyeket, volt olyan ifjúsági Európa-bajnokságon, 8. helyezett. Tehát igazából így valamilyen szinten nemzetközi szintig is eljutottam, de úgy felnőttként döntenem kellett, hogy a munkát vagy a sportot választom, és így megmaradt hobbiszerűen a futás, ami egészségmegőrzésnek is jó. Rendőrséggel most jelenleg 2,5 éve bűnügyi területen vizsgálaton dolgozom, és ez eléggé ülő munka, szellemileg nagyon leterheli az embert, és az mellett így nagyon jó kiegészítést jelent a mozgás. Az ember kicsit a napi stresszt, meg a feszültséget levezesse, és akkor erre is jó. Csak hát kell egy kis idő, mire az ember úgy kienged a munka után, nem lehet egyből egy komoly edzést csinálni. Krisztián azt is elmondta, hogy a futás mennyisége mindig attól függ, hogy milyen versenyekre készül. Mert hogyha mondjuk itt az 1500-as versenyre készültem, akkor több gyors jellegű munka kellett, mert az egész más, mint egy ilyen 10-15 kilométeres verseny, arra ilyen pörgősebb edzések kellettek. Hogyha többet futok, akkor lassabban kell, és több magasabb kilométerszámmal. Hát körülbelül ilyen 4-5 alkalom fér most jelenleg bele edzésileg a munka meg a magánélet mellett. Ezeken a képeken pedig már Noé Attila rendőr törzszászlós láthatjuk, aki az előkelő 6. helyen végzett a BM országos atlétika bajnokságán. A sport az ő életét is végig kíséri, a futás, mint hobbi pedig az egészségmegőrzés szempontjából is fontos szerepet tölt be mindennapjai során. Gyerekkorom óta futok, most jelenleg ezt ki tudom használni abban is, hogy a munkahelyemen is rendeznek sporteseményeket, és oda is el tudok jutni, tudok futni versenyeken. Itt egészen a rövidebb pályaversenyektől el tudok menni akár terepfutó versenyekig. Itt pályán az 1500 méter, 5000 méter, és ez akár egészen ilyen 8-10 kilométeres terepversenyekig. Én gyerekkorom óta már atlétizáltam, ugye akkor elkezdtem dolgozni, akkor egy picit ez a lendület, ez alább hagyott, de aztán utána hál' Istennek visszatértem erre az útra, és akkor így a munka mellett a hobbim is, meg az egészségmegőrzés, meg a barátaim nagy része is ebből a sportolói körből került ki. A tavalyi év és az idei is nagyon szép eredményeket hozott Attila számára. Sikerült kvalifikálnom magam a rendőrterepfutó Európa-bajnokságról, Dániába részt vehettem ezen az eseményen. Ott a tisztes helytállás volt a célom, ez sikerült is, azt gondolom. Ezután idén tavasszal az országos rendőrterepfutó bajnokságon sikerült elindulni, a korcsoportomat sikerült megnyerni, az egy nagy siker volt számomra, illetve itt az őszi versenyeken sikerült elindulnom a Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett szenior országos bajnokságon, ott korosztályomban második lettem 1500 méteren, illetve a múlt héten voltam, ugyanezen a távon rendezték a rendőrségi országos bajnokságot, ott nagyon nagy versenyben egy 6. helyet sikerült elcsípjek. A sportolók számára a rendszeres testmozgás nem csak a kondíció megőrzéséhez járul hozzá, hanem a futás által versenyeken elért sikereket is elkönyvelhetnek maguknak.